Sziasztok! Tegnap fűnyírós napot tartottam, és lefogyott ugye a Damil fejről. Közben megjött Bátor is, bemutatkozik mindenkinek, és ha megvolt, folytatjuk a videót. Elég volt ám. Na, nem, elég volt. Nem, elég volt. És amikor ugye lefogy a Damil, az nem ilyen diszkréten, hogy hello, cserélni kéne, hanem így hús, eltűnik a gépből, és maradsz egy ilyen üres fejjel. Na most ebben a videóban megmutatom, hogy ennél a típusú fejnél, hogy hogyan van ugye az újra cserélés, ugyanis egyébként tényleg rendkívül egyszerű, hogyha az ember betartja azokat a apró kis mozzanatokat, amikre szükség van. Először is, mielőtt föltekerjük az új Damilt, érdemes egyébként szétszedni ezt a fejet. Egy az, hogy meg kell pucolni ugye az érintkező felületeket, különösen itt a fülek tetejét. Ugye a sok dzsuvától nem akad össze rendesen ugye ez a fej, hogyha rá van pattintva újra, és ugye ezáltal tönkre is megy, illetve le is tudja dobni magáról ugye az egyes elemeit. Úgyhogy érdemes ezeket a kis peremeket így megkapircolni. Amíg vizes a fű, addig el lehet távolítani őket például kefével. A fejnek az összerakásánál arra kell figyelni, hogy van itt egy ilyen kis luk, és ennek a luknak egy vonalba kell esni ezekkel a kis nyilakkal. Tehát ugye a belerakásunk az úgy fog történni, megnézzük hol van ugye a nyíl, oda fog esni a luk is. És ha ezzel megvagyunk, akkor gyakorlatilag ez a középső lyuk, ez egy vonalba fog esni, ugye itt ezzel a kis megvezető furattal, ami kijön ugye a Damil fejnek az oldalán. Nincs más dolgunk, simán így összepattintjuk ezt az egészet. Amire még szükségünk van, az körülbelül, illetve egészen pontosan 5 méter Damilt ír ugye a könyv. Én úgy néztem felcsévélés után, elképzelhető, hogy a 6 méter is rámegy. De mivel hogy 15 méteres tekercsbe volt ez a Damil, így én simán elharmadoltam ezt a tekercset. Nincs más dolgunk, ezen a kis nyíláson átfűzzük ugye a Damilt. Ha megfelelően raktuk össze, meg hogyha nem fordul el a fejbe a Damil, akkor ennek ott ki is kell jönni. Elképzelhető, hogy néha egy kicsit mozdítani kell rajt. És ennyi. A következő dolog egyenletesen elosztani. Ha megvagyunk az elosztással, ennél a fejnél, ugye órajárással ellentétes irányba kell föltekerni a Damilt. Fel tudjátok tekerni órajárással megegyező irányba is, meg fogom mutatni az hiba, ugyanis későbbiek folyamán le fog szaladni a Damil. Csinálunk egy 4-5 tekerést. Ha jó lenne, akkor ennek ugye fixnek kéne maradni, hogyha meghúzom a Damilnak a két végét, de mivel hogy ez nem jó, ez le fog futni. Magyarul mondva, hogyha rossz irányba tekeritek föl, gép elindítása után szépen ez így szépen ki fogja adagolni magától, úgyhogy az óra járásával ellentétes irány az, amire figyelni kell. Újból egyenletesen elosztottam, és akkor a megfelelő irányba elkezdem föltekerni. Lehet csinálni így is, hogy nincsen benyomva, akkor egy picit így racsinzódik ez a fej, viszont hogyha teljesen le van nyomva,
akkor akadálytalanul föl lehet tekerni. Amikor föl van tekerve, ugye ellenőrizni lehet azzal, hogy meghúzod ezt a két damilszárat, és ugye nem fog lefutni. Nagyjából ez a fele jó. Tehát jól elosztottam, és feltekerés során sem mozdult ki ez a damil. Ha ezzel megvagyunk, akkor jöhet ugye a tesztje ennek az egésznek, ugye a fűnyírás. Sajnos én ugye a 7 órai vasárnapi fűnyírásról lekéstem, már az előbb valaki megelőzött, úgyhogy minden szívfájdalom nélkül megmutatom nektek, hogy milyen lett az új damil feltekerése. Amint látjátok, hogyha be vannak tartva ezek az apró kis lépések, akkor ugye ilyen egyszerű a damilnak a föltekedése erre a fejre. Ez nem is tudom, szerintem ez ilyen félautomata fejnek minősül. Abban különböznek ugye azok a fejek, amiket ugye külön ki kell venni és külön rá kell tekerni, hogy azoknál nincs így rovátkóra a vége. Aztán perce közben megjött Bátor is ugye elköszönni a videóba, igaz? Remélem, hogy hasznosnak találtátok, aztán majd találkozunk egy következő videóba is. Sziasztok! Na, integess a füleddel, hogy van? Sziasztok! Ez az. Na, jó van. És nem ilyen szép diszkréten áll meg ez a gép, hanem így a damil, valahogy így, így, és most nem akar kijönni. Miért nem akar kijönni, mikor a damil így, így röppen el? Na ezt újra veszik. Kiskutyám, nem elég volt már belőled? Na, szevasz, nem, Bátor. Nem. Hú, asszus. Hát a tegnap estén segített a sör, de ha ma reggelen a kávése. Hú, asszus. Nehéz ez.